Öröm és a büszkeség tölt el engemet itt ma, hogy egy nagyon pici kis részese lehetek ennek a történetnek, ennek az egész megvalósulási folyamatnak. Amikor elindultunk, én magam sem hittem, hogy ebből ez fog kikerekedni, és most, ahogyan beléptem az ajtón, szinte elvarázsolt engem is ez a hely. Sokan kérdezik talán az indulás pillanatát, és sokan mindig megkérdezik tőlem, ki lőtte, ki az a személy, kik azok, akik ebben részt vettek. Higgyék el, hogy nem ez a fontos. Nem a név a fontos, hanem az, hogy akik ezt rendelkezésünkre bocsájtották, az a család, az az önzetlenség, az a köznek való adományozás tipikus példája, hogy mi ezt megoszthatjuk itt önökkel, megoszthatjuk a látogatókkal. A másik fontos dolog ebben a történetben az, hogy a Veszprém megye vadászkamara mindig fő céljának tekintette azt, hogy a megyében egység legyen, a jó ötletek fel legyenek karolva, és megvalósításra kerüljenek. Ez egy tipikus példája ennek. A kamara kezdeményezte azt, hogy ide kerüljön, mellé álltak az erdőgazdaságok közül most a Verga ZRT Veszprém, aki átadta ezt a trófeát, aki eddig ezt őrizte, és itt az önkormányzat, aki felkarolta és látta benne a lehetőséget, és be tudta illeszteni ezt a város koncepciójába. És én ehhez külön gratulálok a polgármester úrnak, külön gratulálok a képviselőtestületnek, mert én tudom, hogy ez akkora projekt, hogy a mai inséges pénzügyi világban egy bizonytalannak tűnő vállalkozásba belefogni, megvalósítani, keresztülvinni, ez maga egy őrült energiát jelent, és úgy gondolom, hogy ennek ellenére ők jól döntöttek, jól tették, hiszen nem csak az itt élőknek, hanem szerintem az országból ide látogatóknak is egy nagy attrakciót adnak, és majd a jövőnk, akik itt állnak mellettünk, tanulhatnak belőle, látni fognak, iskolai programokat lehet majd rászervezni, és úgy gondolom, hogy ez még tovább is bővíthető, hiszen a szlogen is ezt mondja, hogy Afrika Magyarország, és én bízom abba, hogy ez a kiállítás majd még bővülni fog, hiszen itt a Marcal-medencében nagyon sok értékes Magyarországon elejthető trófea is van, amit szintén érdemes lesz a későbbiek folyamán megmutatni a látogatóknak. Én szívből gratulálok a városnak, kívánom, hogy ez a vállalkozás sikeres legyen. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez az lesz. Köszönöm az adományozóknak, hogy ezt megmutatták, felvállalták, odaadták, ránk bízták. Mi meg ígérjük, hogy őszintén és tiszta szívből, teljes felelősséggel óvjuk, védjük ezt az óriási értéket. Kívánom, hogy mindenki lelje ebben örömét. Köszönöm, hogy részese lehettem.